Ez a pécsi Citrom utca, ahol kiraboltak és megaláztak egy hajléktalant. Két gyanúsítottja van az ügynek, ellenük most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A bántalmazott férfi itt a várfal tövében aludt, mikor támadói rátaláltak. A vádirat szerint a két vádlott férfi 2024. január 6-án délutántól kezdődően Pécsett szórakozott, italoztak. Január 7-én hajnalban már ittas állapotban sétáltak a belvárosban, és felfigyeltek a földön alvó hajléktalan sértett férfira, akinek a jobb kezén csak a hüvelykújja volt meg, négy másik ujját elveszítette korábban egy munkabalesetben. A fiatalabb vádlott meglökte a sértettet, csövesnek szólította, és számon kérte azzal kapcsolatban, hogy miért a földön alszik. Majd felszólította, hogy adjon nekik pénzt. Ekkor társa is csatlakozott, és veréssel fenyegették, ha nem forgatja ki a zsebeit. A sértett mindenképpen szerette volna megtartani azt a 3000 forintot, amit aznap kéregetésből szerzett, ezért azt mondta a vádlottaknak, hogy nincs pénze. A vádlottak ekkor a sértettet szidalmazták, veréssel fenyegették, és felszólították arra, hogy vetközzön le, majd mobiltelefonjukkal videóra vették, ahogy a sértett leveti valamennyi ruhadarabját. Ezeket átkutatták, majd a zsebekből előkerült 3000 forintot és egy öngyújtót eltették, de ez nem volt elég. A megfélemlített sértettet ezek után megalázták. Felszólították arra, hogy táncoljon, illetve hogy egye meg a földön levő madáreleséget, részben úgy, hogy azt a sértetnek a földről kellett megennie, részben pedig úgy, hogy az egyik vádlott összegyűjtötte ezeket a magvakat a tenyerében, és azokat a sértett szájához nyomta. A két vádlott férfi bántalmazta is a hajléktalan sértettet, ököllel többször megütötték és megrúgták őt, ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövetők súlyos büntetésre számíthatnak az ügyben. A két vádlott cselekménye a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás büntettének és könnyű testi sértés büntettének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. A vádlottak 18 és 26 évesek, a fiatalabb esetében 4 év 10 hónap, míg az idősebb esetében 3 év 10 hónap szabadságvesztést javasol az ügyészség. A büntetést mindkettejüknek fegyházban kellene letölteniük.